Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm szépen, és nagy tisztettel köszöntöm a televízió nézőit is. Az intézmény igazgatása mellett ugye az egyes számú választó körzet képviselőjeként is dolgozik, ahol szintén több fejlesztés is végbe ment, illetve nagyon sok alaknak ott. Mivel keresik meg Önt, és mire a legbüszkébb a körzetben? Az egyes számú választókörzet egy nagyon szerencsés helyzetben lévő körzet, ugyanis nagyon sok nagy múltú, nagy létszámú és fontos intézmény található ebben a választókörzetben. Elég, hogyha csak megemlítek néhányat, itt található a Kátai Gábor Kórház, itt található a két idősek otthon, a Horváth Ferenc út és a Zöldfa úti, de örömömre szolgál az is, hogy három óvoda is található a választókörzetben, a Táncsics 17 és a Táncsics körút 19-es számú óvoda, de a nemrég 300 milliós felújításon megszépült Zöldfa úti óvoda is ide tartozik. De mondjam tovább azt, hogy a nemrégiben felépítése, megépítése kerül Lomkorona sétány is, amely a Erdély futópályán található, az is a választókörzetben található. Ezek mind-mind egy olyan értéket képviselnek az egyes számú választókörzetben, amely úgy érzem, hogy örömére kell, hogy szolgálja minden karcaginak, de a körzetben lakóknak meg különösen, és magáinak kell érezni, hogy ilyen fontos körzetben, ilyen fontos területen laknak, aki nem beszélve arról, hogy a képviselőnek is magáinak kell ezt érezni, hogy milyen fontos feladat az, hogy egy ilyen választókörzetnek a fejlesztéseit, rendben tartását és a gazdálkodását kell figyelni, irányítani és felügyelni. Nagy örömömre szolgál, hogy a választókerületben található a Karca Kincse élményközpont is, amelynél már láthatjuk, hogy elkezdődtek a munkálatok, az előkészítő munkálatok, teleprendezési munkálatok, és néhány év múlva itt a városnak egy olyan központi szórakozás biztosító és pihenés biztosító központja fog kialakulni, amely méltány teszi híressé majd, és fontos az egyes számú választókerületet. Beszéljünk egy kicsit az ott élőkről is, tehát az intézmények megújulnak, újak épülnek, a lakók mivel keresték meg Önt az elmúlt időszakban? A lakók érdekes problémákkal szoktak megkeresni. Általában helyi egyéneket érintő problémákkal, de szerencsére egyre több az olyan megkeresés, lakossági megkeresés, amelyek ilyen nagyobb, globálisabb szintű problémákat jelentenek. Nemrégiben például egy egyes számú választókörzeti szavazó polgár keresett meg azzal, hogy szeretnének fát ültetni. Ők látják azt, hogy milyen nagy problémát jelent ez a globális felmelegedés, tudják azt, hogy még az nincs eldöntve egyértelműen, most a globális felmelegedésnek oka az ember, nem oka, egy biztos, és ezt valamennyien egyetértetünk ebbe, hogy a globális felmelegedés történik, egyre melegebbek a nyarak, egyre kevésbé hidegek a telek, és úgy érzik, hogy a faültetéssel ők ezt tudnák segíteni. Természetesen ettől nem zárkózok el, mert magam is nagy hív vagyok annak igazgatóként is, valamint képviselőként is, hogy minél több fát ültessünk. A városgonoság résznél nem mondtam azt el, hogy minden évben 5-600 fát elültetünk. És ezeknek a fáknak az elültetése az egy dolog, mert elültetni két ásónyon, vagy három, vagy nagyobb fánál nyilván nagyobbat kell ásni, de az a legkevesebb, ezt utána ápolni is kell. És azoknak a választópolgároknak, akik megkerestek, átgondolták-e azt, hogy az elültetés az első fázis a fa nevelésnek, utána ezt ápolni kell. Utána rögtön ők is átgondolták, hogy hát lehet, hogy akkor nem is 100 fa kellene, hanem elég lesz 20 fa is, mert én azt mondom, hogy ha valamit csinálunk, akkor csináljunk jól. Tehát az nagyon jó leső érzés, amikor elültetünk 20 fát, és akkor mind a 20 fa megmarad belőle. Az viszont borzasztó érzés, amikor látok én is más településeken elültetnek 100 fát, és a 100-ból mondjuk 80%-a kiszárad. Tehát ilyen problémákkal, ilyen ötletekkel is megkeresnek, és én ennek nagyon örülök, mert ha egy fát elültetünk, azt tényleg, hogy mondani szokták, az unokáknak is ültetjük, mert olyan fát ültetünk, amely 30, 40, 50 vagy 100 évig is elél, akkor abban még az unokáink is fognak gyönyörködni. A legtöbb megkeresés azonban egyéni problémákat jelent, vízelvezetési problémák, járda, út, zajterhelés, nagy forgalom, fekvőrendőröknek a kialakítása, súlykorlátozó tábláknak a kihelyezése, sebességkorlátozó tábláknak a kihelyezése, hogy csökkentsék a forgalmat.
de a választókörzetembe tartozik a Tatárülés nevezetű település rész is, ami Berekfürdőhöz közelebb van, de szerencsére Karszakhoz tartozik. Ott kialakult egy kis állandó lakóközösség, akiknek tényleg az állandó lakóhelyük is ide van bejelentve, és nemrégiben egy kopjafát készítettek, ehhez szerettek volna valami segítséget, de a közvilágítás is nagyon fontos rész. Szerencsére közvilágítás szempontjából az egyes számú választókörzet nagyon jól állt, tehát nagyon kevés közvilágítási probléma van. Természetesen annak, hogyha a kor követelménynek megfelelő világítótestek lesznek majd kihelyezve, annak örülni fogunk. Most úgymond nincs gond a közvilágítással, valamint nagyon jó helyzetben van a választókörzet a szilárd útburkolatú járdáknak és úttesteknek a kialakításával. Gyakorlatilag nálunk már nincs földburkolatú út, csak szilárd útburkolat ellátott útszakasz. De nagyon fontos kérdés még azoknak a utcarészeknek, utcáknak a szennyvíz gerincvezetékének a kiépítésével, amelyek még nem épültek ki. Nyilván ezek problémás területek, nagyon nagy költséggel kiépíthetőek, két utcában is folynak az előmunkálatok, a Munkás és a Virág utcánál, megalakultak a lakóközösségek, és ezek nagyobb volumenű, tehát ezek önkormányzati szerepvállás szempontjából is több tízmilliós beruházást igényelnek. Az önkormányzat részéről megvan az a szándék, hogy a lakónak ne kerüljön olyan összegbe a szennyvíz rákötés, hogy azon már ne tudjon. Tehát ne kerüljön több millió forintba, mert hogyha ennyibe is kerül, tehát műszaki kivitelezés ennyibe is kerülne, akkor azt az önkormányzat, vagy azt a plusz részt az önkormányzat vállalja át. Ebben a két utcában most két ilyen nagyobb volumenű elképzelés van. A belvízelvezetést, mivel a városgazdaság életében is egy nagyon fontos dolog, én a körzetben is nagyon fontosnak tartom, és azt tartom a legjobbnak, hogyha zárt fedett árkat tudunk kialakítani. Minden képviselőnek van évente 2 millió forint képviselő kerete. Én a képviselő keretet átereszek csövek vásárlására szoktam fordítani, és megbízom a városgondokságot, hogy a munkát végezzék el. Tehát az anyagi részét megveszük ebből, és a ott lakóknak a Tőkés utca most, ami éppen folyamatban van, az ott lakók ezt nagyon nagy eredménynek élik meg, könnyebb a füvet nyírni, nem áll az árokba a víz, valamint egy biztonságosabb, egy sokkal gyorsabb belvízelvezetés van. Az elmúlt 5 évben sikerült a Sport utcának mind a két oldalát lezárni, sikerült a évek óta problémaként jelentkező Deák körútnak a problémáját úgy megoldani, hogy most már parkolni is lehet, eddig nem lehetett parkolni. Igaz, hogy ennek egyik oldalát már az előző ciklusban sikerült megvalósítani, de ugyanezt meg tudtuk valósítani a Sándor utcán, most a Tőkés utcán fogjuk befejezni, és bízva abba, hogy tovább tudjuk ezt a munkát végezni, tovább tudjuk vinni, a többi utcával is folytatni fogjuk majd. Ott, ahol elsősorban mélyárkok vannak, a mélyárkok azok balesetveszély szempontjából sem másodlagosak, vagy a baleset megelőzés szempontjából sem másodlagosak, de a vízelvezetés szempontjából mindenféleképpen nagyon-nagyon fontosak. Látva az eredményeket, hallva az elképzeléseket, röviden hogyan képzeli el a jövő Karcagját? Nekem a legfontosabb dolog az, mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy egy élhető Karcag legyen, az élhető alatt azt értem, hogy a mai szülők azt mondják a gyerekeiknek, hogy fiam, lányom, maradj itthon, mert Karcagon jó élni. Sajnos sok tekintetben látok más tendenciákat. Nagyon sok szülő inkább arra inspirálja a gyerekeket, hogy Karcagot el kell hagyni. Én éppen mást mondok, azt mondom, hogy itt kell maradni, mert tanulni el kell nyilván menni főiskolára, egyetemre. De ahhoz, hogy a városnak meglegyen az a vezető rétege, meglegyen az a középvezető rétege, meglegyen az a szakmunkás rétege, ahhoz itt kell maradni. Nem kell mindenkinek elmenni, mert a jó szakemberekre itt is szükség van, és én úgy érzem, hogy Karcag egy élhető város. Ha csak azt nézzük, hogy aki sportolni akar, úszhat, futhat, nagyon jó erdei tornapályánk van, én rendszeres látogatója vagyok, magam is nagyon szeretek futni ezen a futópályán, biztatnék mindenkit, hogy ha másért nem is sétál, kedvéért jöjjenek ki, jó levegő van, és a egészség szempontjából is nagyon lényeges dolog. Egy olyan Karcagot látok, ahol nem csak én, hanem a gyerekeim is, nem csak én, hanem a barátaim is, ismerőseim is, vagy a velem egykorúak, vagy a gyerekeimmel egykorúak is szeretnek itt élni.
munkalehetőség most már van. Én úgy érzem, hogy aki munkát akar találni, az el tud helyezkedni, mert korábban ez volt az egyik legnagyobb probléma, egyik legnagyobb elvándorlást segítő vagy inspiráló erő, hogy nem volt munka. Most van, nem is olyannyira van munka, hogy most már munkaerő hiány van. De az élet bármely területét föl lehetne is sorolni, az orvostól a mérnökig, a pénzügyi szakemberig, de a jó segédmunkásra is szükség van, mert már az sincs. Ez országos probléma, de bízom benne, hogy ez meg fog oldódni, és a jövő karcagában én azt szeretném, hogy azok az emberek, akik tényleg tenni szeretnének a városért, szeretnek is itt élni, megtalálják azt az örömet, itt maradjanak, és akkor közösen tudjuk fejleszteni. Hát ha nem foglalkozik azzal egy városvezetés, nem foglalkozunk intézményzetük mi azzal, hogy a utódlások meglegyenek. Annak innen a római császároknál egy nagyon fontos ismér volt az, hogy amit elérte a római császár, az hogyan tudta egy másik, egy utód császárnak átadni. És én úgy érzem, hogy ez a városvezetés szempontjából is nagyon lényeges, hogy elkezdjük már, meg intézményvezetés szempontjából is elkezdjük azokat a fiatalokat betanítani, akik majd ezt tovább tudják vinni. És ezt a város szeretném én addig, míg erőm, tehetségem és természetesen lehetőségem engedi továbbra is fejleszteni. Nagyon sok elképzelés van, de ha egy szóval össze kellene, vagy meg kellene fogalmazni, akkor azt mondom, hogy a fenntartható fejlődés mindenféleképpen fönn kell karcolni is tartani. Figyelembe jövő a környezeti hatásokat, a környezetvédelmet, és az, hogy szeressenek a karcagiak itt élni. Mert ha szeretnek a karcagiak, vagy szeretek valahol ott élni, és a karcagiak is szeretnek itt élni, akkor mindent megtesznek a városokért. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.